Nincs megállás az oltási kampányban. Egy nap alatt csak nem 150 ezer vakcinát adtak be. Ezek döntő többsége most második körös oltóanyag volt, így napról napra nő azok száma, akiknek teljessé válik a védettségük. Már több mint 5 millió 56 ezeren vannak, akik legalább az első oltást megkapták, és a 3 millió 328 ezret is meghaladja azok száma, akik a második dózist is felvették. Akik regisztráltak, de még nem kaptak oltást, továbbra is foglalhatnak időpontot az interneten. Kérdéseket tesz fel az orvos, és ha nincs akadálya, akkor beadja a vakcinát. Gyorsan megy az oltás, az egész folyamat várakozással együtt kevesebb, mint fél óra. Nem várt dolgok történhetnek. Elég sok történt sajnos itt a baráti társaságon között, meg az ismerőseink között is, akik elkapták ezt a vírust, és sajnos végzetes lett a történet. Ezt próbálkozunk, hogy hát, ha mi megússzuk. A Kalocsai Kórházban két oltópont működik, napi 8 órában adják be a koronavírus elleni vakcinákat. Az online regisztráció során részt vett jelentkezők kapják meg az oltást, illetve a második körben a Sputnik második oltását fogják megkapni. Körülbelül 250 embert fogunk ma beoltani. A második pecsét is rákerült az oltási lapra, így néhány hét múlva már ez a férfi is teljesen védett lesz. Én a vírusban veszítettem el is közeli hozzátartozómat, illetve én azt gondolom, hogyha a kormány az úgy gondolja, hogy ez fontos, tehát a védekezés segíti, akkor szerintem nincs kétség. Az oltást bárki kérheti itthon. Regisztrálni továbbra is a koronavírus.gov.hu oldalon kell. Ha ez megvan, akkor az eest.gov.hu portálon egyszerűen többféle vakcinára is lehet időpontot foglalni. A kórházak a szabad helyeket folyamatosan frissítik. Nagyon jól működik az online időpontfoglaló rendszer, a lakosok az oltakozni kívánók sikerrel tudják használni, és megfelelően tudjuk ütemezni az online időpontfoglalóban bejelentkezőket. Ennek megfelelően rövidesen elérhetjük országosan a regisztráltak teljes átoltottságát. A regisztráltak száma az 5 millió 200 ezerhez közelít, 90%-uk pedig már meg is kapta a védőoltást. A magyar lakosság több mint fele már be van oltva, szemben az uniós 35%-os átlaggal. Egy nap alatt csak nem 150 ezer első és második körös védőoltást adtak be itthon, így már összesen 5 millió 56 ezeren kaptak legalább egy vakcinát, 3 millió 328 ezeren pedig a második dózist is felvették. Van valamilyen paraszt? Folyamatosan adják be az injekciókat a házi orvosok is. Ebben a komáromi rendelőben most 4 különböző oltóanyagot használnak. Az első körös oltást adtunk, különösen azokat oltottuk, akik valamilyen okból kimaradtak eddig az oltásból, vagy azért, mert betegek voltak, vagy kismamákat, illetve szoktatós anyukákat, illetve még akik gondolkodtak rajta, hogy szeretnék-e az oltást felvenni. Lecsengőben van a koronavírus járvány harmadik hulláma itthon. A beoltottak számának emelkedésével párhuzamosan egyre kedvezőbbek a járványügyi adatok. Ugyanakkor újabb és újabb mutációk ütik fel a fejüket. Nagy-Britanniában tripla mutáns vírust azonosítottak, és nagy veszélyt jelenthet az indiai variáns is. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház főorvosa az M1-en arról beszélt, a vírus további terjedését csak a védőoltásokkal lehet megállítani. Koronavírusoknak a sajátja ez a változékonyság, ezért van brazil, dél-afrikai, indiai mutáns. De hát Európában is találhatunk ilyen mutánsokat. Amíg a vírusnak van tere, hogy így megváltozzon, addig ez így lesz. Viszont a védőoltásokkal meg lehet akadályozni a mutációkat. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy már csak a mutációk miatt is oltassuk be magunkat, hiszen akkor ezek a úgynevezett változó mutánsok nem tudnak tovább szaporodni. Csak nem 400 új fertőzöttet azonosítottak itthon egy nap alatt, és elhunyt 32 beteg. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken. Jelenleg kicsivel több mint 91 ezeren vannak. Több mint 1200 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen.